Az első félidőben a szerbiai válogatott több helyzetet is kialakított, ezeket nem tudta gólra váltani. A második félidőben a magyarok veszélyesebben játszottak, és végül Sön Szabolcs 25 méterről a kapu bal felső sarkába bombázott a 65. percben, ezzel megszerezve a győzelmet. Az első fél időben a csapat egy kicsikét visszafogottan játszott, ott még egy picikét voltak hibák, de szerintem a másik fél időben 100%-ig teljesen együtt voltunk, és így sikerült győznünk. És az ellenfél szerintem egy nagyon kompakt csapat volt, és úgy gondolom, hogy nagyon jó meccset vívtunk ellenük. Magyarország 21. alkalommal vesz részt a Stevan Bilotic Csele nemzetközi emléktornán. A torna azért nagyon fontos nekünk, mert október közepén EB-selejtezőt játszik ez a korosztály, és ezt a tornát tartjuk főpróbának itt a válogatott szünetben, amikor nincs bajnokság a különböző klubcsapatoknak, ragyogóan tudjuk kihasználni ezt az alkalmat, hogy erős ellenfelekkel játszunk, mint amilyen most a hazai csapat a Szerbia is volt, úgyhogy szerintem nagyon jó mérkőzést játszottunk velük. A szerbiai U19-es válogatott, habár harciasan játszott, nem tudta gólra váltani helyzeteit. Mali smo dosta šansi, nismo ih iskoristili. Mislim da smo malo izgledali i neuigrano, što je donekli normalno, jer nismo imali puno vremena da se uigramo nove selektor. Tako da čestitao bi ekipi Mađarske na pobedi. Siguran sam da ćemo nakon dana pauze da se izdignemo i da ako Bog da osvojimo turnir. A szerbiai válogatottnak ez volt az első mérkőzése az új edzővel, aki úgy véli, a kezdeti nehézségek ellenére még megnyerhetik ezt a tornát. Nisam zabrinut, jer sam jednostavno očekivao da ta prva utakmica ne bude baš onako kako ja želim i kako naravno igrači žele. Što se tiče njihovog zalaganja na utakmicu, ne mogu ništa da im kažem. Greške koje su imale ispravljat ćemo i tako da idemo dalje, pripremamo se za Crnu Goru i za Izrael. Szombaton Szerbia Montenegro ellen játszik Kulán 17 órától, Magyarország pedig Izrael ellen Zentán szintén 17 órától.